250 forint jellemzően ilyen összeget láthatunk a görög dinnye ártáblákon a nyíregyházi buzatéri piacon. Ez legalább már magyar, sőt Szabolcs megyei nagycserkeszi áru. Több felirat alapján ráadásul mézédes. A szezon idén nagyjából két hetes késéssel indult, a kezdetéhez képest pedig mostanra már lejjebb csúsztak az árak, de a kereskedők azért még mindig jócskán tudnának engedni belőle. Mire ide szokott jönni Békés megyéből, addig az ára jól lecsökken, és valóban ez be is következett már azok, ugye előrevetítették azt, hogy mire ide kerülünk, akkor egy 25 forinttal csökkenni fog az ára. Ez most úgy lecsökkent, hogy a felvásárlási árak itt 50 forint körül mozognak a megyébe, és én is, ahogy jövök befelé dolgozni, akkor 249 forintos dinnye árral találkozok. Engem elkeserít az, hogy és akkor megint itt az ellenőrzésekre utalhatnák, hogy nem menjünk oda ezekhez a kereskedőkhöz, és megkérdeznénk tőle, hogy kitől vette ezt a dinnyét, és mennyiért, azt illik-e 500%-os haszonnal továbbadni. A dinnyefogyasztás növelését az elnök szerint az árusok sűrűbb ellenőrzésével is segíteni lehetne. Erre szükség is lenne, a Hello Vidék beszámolója szerint ugyanis eddig nem torongtak a vásárlók. Igaz, erre még van idejük, sokáig ott lesz idén a dinnye a boltokban. A szezonja kitarthat szeptemberben is. Ennek oka, hogy a termelők nem egyszerre vetettek. Ha végig gondoljuk, azoknak van most jelenleg még dinnye a megyébe is, akik talajtakarást végeztek a bizonyos méretig. Még egy fátyoltakarás volt rajta, szóval egy dupla takarással, csepegtető öntözéssel, tápoldatozással, itt tartott dinnyét lehet csak ilyenkor a piacra vinni, és ennek a költségei nem azonosak egy helyre vetett dinnyével. Közben a jövő héten dinnyejelölő kampány indul idehaza, azzal a céllal, hogy a fogyasztók biztosak legyenek abban, hogy hazai dinnye kerül az asztalukra, hangzott el az Inforádióban. A kamara évek óta azzal küzd, hogy az importot és a magyar árut meg lehessen különböztetni, és a fogyasztó számára ne csak a kóstolás után, hanem már a vásárlás alkalmával kiderüljön, melyikről van szó. A vásárlók egy telefonos applikáción keresztül tájékozódhatnak a dinnyét érintő összes fontos információról.